10 óra 8 perc Rangos Katalin kolléganőm, de hát már nem vagy itt a rádióban sajnálatos módon. Neked csak az a kollégád, aki ebben a rádióban dolgozik. Igen, a többi nem érdekes. Hát akkor megértem, akkor nem vagyunk kollégák. Jó, de prima, primissima. Akkor magázzál, légy szíves. Szeretnéd? Ja, nem. Persze. Viszont hallgatom, nézem mindenféle csatornán, hogy jelen vagy, és hogy olyan jó kis interjúkat csinálsz, és azt a szabadságot élvezem, amit megkaptál, hogy senkihez nem vagy kötve, azt kérdezel, azt mondasz, amit akarsz. Sztároktól kezdve színészekig, zenészekig mindenki jelen van, majd érdekel, hogy az Alzheimerrel mire jutottál, mert azt nem tudtam meghallgatni, csak hogy... Egy kis fehérje csoport az agyban, és igen, van egy... van megoldás. Van megoldás, van gyógyszerkere, háromféle, ezek közül egy megkapta az engedélyt szerintem Európára, a másik kettő még nem, csak az Egyesült Államokban használják, és... Kicsi, visszatartó erő a nagy kedvhez képest az az, hogy elég durva mellékhatásai vannak a szernek, vagy lehetnek, nem vannak, hanem lehetnek, és az engem például megriasztott, de miután ezen a héten még nem mutatok tüneteket, ezért azt gondoltam, hogy finomodik ez a dolog, mármint a gyógyszerkutatás, és mire telibe kapom az Alzheimert, addigra talán meg lesz. Hát igen, csak mire telibe kapod, addigra nem hiszed el, hogy Alzheimeres persze, vagy. Addigra kell tudni a kontroll, de nem fogod elhinni. Ez mindegy, az, hogy én mit érek meg, az majdnem mindegy, mert hiszen az a jó benne, azt hiszem, hogy nem, az ember maga nem tud róla, de például te így tudnád, és ha de úgyse inni, de mondanám, hogy Katikám, tüneteket vélek felfedezni. Hát, ha valaki gondoskodna majd rólam, hogy megkapjam a gyógyszert, ebben bízom. Hát azért jó háttered van itt az orvosilag, tehát ott azért bízhatsz legalább a férjedben, hogy... Meg abban, hogy nem egyszerre kapjuk. Hát igen, mert majdnem egy idősek vagytok. Két évvel idősebb. Ő két évvel? Hát igen, akkor Frany Tamás mondta, hogy aki szép hosszú életet él, az előbb-utóbb biztos, hogy valami agyi dologgal küzd. Tatár Imrét hallgattam ide befelé jövő. Ő nem hát küzdött semmivel. Száz évesen csináltad vele az interjút, és annál tisztább agyat, és olyan jó érzés volt az, hogy kárpótolta őt valamennyire a sorsa hosszú élettel, és az épeszű kellemes élettel. Hát Fahid Évát is kárpótolt ő a 98. évében múlt héten, hogy elment. Tehát azért van némi igazság talán a földön, igen, hogyha elvett tőle éveket, akkor azért kicsit megnyújtották. Azt is hallgattam múlt héten Fahid Évát. Te nagy klubrádió hallgató vagy? Hát figyelj, én itt dolgoztam 6 évig, ezt azoknak a fiataloknak mondom, akik már nem találkoztak velem a klubrádió hangszóróján túlról. Úgyhogy igen, én nagy klubrádió hallgató vagyok, az egyetlen rádió, amit hallgatok. Hát szerintem többet nagyon nem is lehet hallgatni még. Ez nem igaz, mert sokszor bekapcsolva marad a környezetemben, azért, mert a klubrádió hullámhosszán a Spirit FM van, mint bizonyára tudják a hallgatók, és nálunk egy csomó helyiségben, ugye minden helyiségben volt rádió, és mindegyikben a klubrádió szólt, de ez most már nem így megy, tudom, hogy vehetnék online rádiót, de én a telefonommal oldom ezt meg, tehát azzal kísérem magamat. Na most, hogyha véletlenül nem kísérem magamat, akkor hallom reggelente a Spiritnek az adását, és nagyon épeszű dolgok mennek ott amolyan is. Igen. De azért csak van róla véleményed, hogy mekkora nagy szemétség volt, mondjuk egyáltalán nem szolidaritást vállalni, és elvenni a csatornánk. Hogyne, ez a véleményem kikezdhetetlen, ugyanakkor azt is gondolom, hogy azok az emberek, akik ott dolgoznak, mit sem tehetnek erről. Tehát, hogy olyan, ha nem innen megy át valaki oda, mert az egy hallható adás, és nem tudom én, stabilabb anyagi helyzetű, vagy fogalmam sincs, hogy milyen a helyzet. Tehát, hogyha nem árulás formájában kerül oda valaki, hanem ott dolgozik, mint meg annyi épeszű kollégánk szerte mindenféle rádióknál és tévéknél, akkor azt mondom, hogy természetesen az számít, hogy ő mit tesz le. Egyébként ebben igazad van, tehát aki ott dolgozik, és a kollégára, én se szoktam soha, még az sem, hogyha nem csak ott, hanem a jobboldali médiumokban dolgozik, én akkor sem mondok rá semmit, mert élni, és keresni, és családokat eltartani kell, tehát könnyen mondja az ember, hogy szolidaritást vállalok, és fölállok, de azért nem ennyire egyszerű az élet szerintem. Hát ez így van, másra nem gondolsz, csak a tanárokra, hát nagyon sok olyan tanár van, aki érzelmileg
kötött a gyerekek miatt, meg a saját hivatástudata miatt, tehát hogy az ember alapvetően tanárnak, orvosnak, újságírónak azért megy, mert azt szeretné csinálni, nem azért, mert legalábbis úgy képzelem, hogy van egy rakás olyan foglalkozás, amit lehet úgy is űzni, hogy az ember megélhetést szerez, de ezek, amiket felsoroltam, ezek nem olyanok. Pontosan. A lelki békédet azt honnan meríted? Mert én azt látom évek óta, hogy nem nagyon tudnál felzaklatni dolog, tehát tudomásul veszed, elolvasod, véleményed van, de nem látom, hogy nagyon ideges lennél tőle. Nem tudom, hogy honnan veszem, és egyébként nem igaz, hogy nem vagyok ideges tőle, hanem próbálok távolságot tartani dolgoktól. Nem tudom, hogy honnan veszem, egy ilyen kiegyensúlyozási kényszer az mindig volt rajtam, tehát hogy én nem igyekeztem, lehet, hogy a Mester Ákos nevelt minket arra, akik nála tanultunk annak idején, mondom azoknak, akik véletlenül az utóbbi, nem tudom én, 10 évben nem tudják, hogy ő végül a 168 óra nyomtatott újságnak volt a főszerkesztője az utolsó olyan formában, amikor azt... Még olvasható volt. Hát ezt nem így akarnám mondani, mert nem akarok bántani senkit, de mondjuk számomra akkor volt utoljára olvasható, de ő egy nagy utánpótlás nevelő ember volt, fiatalkorától kezdve a rádióban politikai újságírókat képzett, és nála dolgoztunk nagyon sokan, és nála tanultuk a szakmát, és ő kényszerített ránk egy pár olyan dolgot, amit én azóta is nagy kéjjel űzök, nevezetesen, hogy igyekszem nem involválódni, hanem megnézni a dolgoknak az összes oldalát, ahány csak van nekik, meg igyekszem nem összekeverni azt a barátságos attitűdöt, amit a stúdióban a riportalany irányunkban mutat a valóságos barátsággal, vagy a valóságos érdeklődéssel, mert hogy ezek helyzetek, és nem kell azt hinni, hogy mi itt barátok leszünk. Nagyon érdekes, ez egy nem biztos, hogy ez egyébként egy mindenki számára érvényes mondás, vagy nem tudom én, magatartásforma, mert például a Váradi Juliska az olyan udvartartás, hogy mondjak valakit, akit ismernek a rádióhallgatók, ennek a rádiónak a hallgatói is, hogy ő neki azt hiszem, hogy igazi, rendes, óriási nagy udvartartása van riportalanyagból. Szerintem te is inkább ez a típus vagy. Én is ez a típus vagyok, de én a Julinál azt látom, de nem akarok helyette, hogy neki ez egy ilyen szigligeti kapcsolat, tehát ahol ez az értelmiségi kör összejött. Hogy szigliget. Nem csak. De egyébként én is hajlamos vagyok rá, tehát én most is beszélgetünk, vagy meg ő is, holnap én után én képes vagyok hozzá meghívni téged vacsorára, mert hát, folytatnám azt a beszélgetést. Csak annyit mondanék, hogy ez eddig nem történt. Meg már az is egy eléggé felróhandó neked, igen, hiszen igen. 40 éve ismerjük egymást körülbelül. Igen, igen, de értem, amit mondasz, abszolút értem. Az interjúidat, ahogy hallgatva, az egyik legkedvesebb, nem mostani, és mindenképp akarok róla beszélni, mert nagy álmomat vitted el, Németh Miklóssal, amikor 3 évvel ezelőtt talán a Spinozában beszélgettél, az egy felejthetetlen, és nem is volt rövid, egy jó hosszú beszélgetés volt. Jaj, de édes vagy, hogy ezt mondod. Hát azért, mert úgy szerettem volna ide behívni, és ide nem jött be, tehát itt nem tudtam vele, és olyan érdekes volt, amikor hallgattam, tehát tényleg egy nagy ívű politikus, meg közgazdász, és ahogy beszél azzal az akcentussal, ahonnan ő jött vidékről, azzal az egyszerűséggel, tudod, hogy nem akart ő okosabbnak látszani, pedig elég okos, de mindenkihez akart beszélni, és úgy mesélt neked, hogy még én is értettem. Igen, nagyon büszke is voltam rá, hogy eljött hozzám a Spinozába, és ez egy régi kapcsolat, azért jött el. Tehát azért nem jön ide, és azért jött el a Spinozába, mert ne úgy értsd, hogy régi kapcsolat, tehát összejárunk, hanem soha nem voltunk privátim együtt, hanem azért, mert hogy a politikai újságíró voltam, ami alatt ő miniszterelnök volt már akkor, és én akkor tévés voltam egyébként, tévéhíradós, meg a Hetet, hát most úgy mondanák, hogy főszerkesztettem, vezető szerkesztője voltam a Hétnek, és ő egy nagyon, nagyon közvetlen és megközelíthető ember volt akkor, amihez épp hogy csak hozzászoktunk, mert előtte Grósz Károly volt az a miniszterelnök, akivel először szóba lehetett állni, és elhívtam a Danubiusba, mert én oda maszek voltam az első magyar kereskedelmi rádióba, igen. Te éjszaka voltam, éjszaka, ha jól emlékszem, éjszaka voltam, és megkérdeztem tőle egy kormányülés után, hogy nem jönne el éjjel, másnap éjjel a Danub, vagy aznap éjjel, szerintem aznap éjjel, igen.
És akkor mondta, a karkötődet, ha levennéd, mert csörögzörögsz, bocsánat. Ha levenném, és itt hagynám neked, az ugye? A legjobb, mert van egy hasonló. Két tök egyforma karkötő. Ezüstről beszélünk, igen, mielőtt látszik. A hallgatók azt gondolnák, hogy igen, itt valami történik. Szóval, hogy eljött hozzám a Danubiusba, és utána majdnem megfojtottak, ahol természetesen egy oldott locsogás volt, tehát semmi GDP ide-oda, hanem visze ajándékot a feleségének, a külföldön van, és mit, és nincsen melege a garbójában. Tehát egy ilyen, azt mondanánk, hogy fecsegés, de egy jó ízű fecsegés volt. Ő vele azért annyira nem lehet oldottan fecsegni, mert ő tulajdonképpen egy elég formális ember, de amennyire föl lehetett lazulni, annyira ő fellazult ott, és közben pedig majdnem megöltek engem a György Gábor és a Kálmán Zsuzsa, akik a rádiónak a vezetői voltak, mert nem jelentett nekik, és hát ilyen ott fuldoklottak az interjú végére, vagy a nem tudom, jó sokáig benn volt szerintem 2 órát, ugye a 25. percben már megérkeztek, mert hallották, és bejöttek, vagy csak a Zsuzsa jött be, már nem emlékszem, mindegy, nagyon letoltak, hogy lehet, hogy én nem szóltam. Nem volt nekik bajuk az, hogy meghívom a miniszterelnököt, de ki voltak akadva ezen, hogy miért nem szóltak. Utólag aztán, amikor tévés vezető lettem, akkor rájöttem, hogy igazuk van, mert akkor le akartam tépni a fejüket, hogy képzelik, hogy miért nem kezet csókolnak, hogy megszereztem a miniszterelnököt, de aztán rögtön bele tudtam élni magamat a helyzetükbe, hogy hát miért nem tudhattak róla. Németh Miklósnál hallottam először, ez mindig egy ilyen nagy titok volt, hogy mi zajlott a zárt ajtók mögött akkor, amikor ők megegyeztek a rendszerváltás kapcsán Gorbacsovval, hogy talán nálad mondtál először, legalábbis nekem így rémlik, de lehet, hogy kimaradtam belőle, hogy zajlik egy ilyen politikai korrektség, hogy kezet nyújtok aláírás nélkül, és betartom azt, aha, amit... Igen, nagyon érdekes volt, nem tudom, hogy nálam mondta el. Én nálam hallottam először. De meg ő nem olyan nagyon sok, hát az a könyv egyébként egy, ja, jut eszembe, hogy megjelent egy könyv róla, amit a volt népszabisok írtak, és annak az apropóján hívtam én be, és azt hiszem, hogy könyvben benne volt ez. Azon kívül pedig elmesélte ott a spinózásoknak előtte, vagy utána, vagy nem tudom, hogy minden egyes állami hivatalban, minden fontosabb helyen ott ültek a szovjetek. És az nekem rohadt meglepő volt, mert azt nem gondoltam, ugye te is megérted, azért fiatalabb vagy, de emlékszel, most hogy... Most már majdnem egykorúnak számítunk. Akkor, mikor dolgoztunk a rádióban... A férfiak szemébe kezdünk egykorúnak számítani. Egyébként, igen. Én meg úgy gondolom, hogy ilyenkor minden másodperc számít, úgyhogy te sokkal fiatalabb vagy. Na szóval... Hogy nem lehetett érezni a 80-as évek közepén, végén pláne ezt a direkt szovjet jelenlétet, meg elnyomást, meg nem tudom én micsoda, olyan szabadon beszéltünk, mint most nem, vagy most is oké, nem akarom túl lihegni ezt a dolgot, de hogy a sajtószabadságban a 80-as évek legvégén nem volt már különbség. Ez így van. Pláne a német kormány ideje alatt, és hogy még akkor is bennültek a postán, meg a nem tudom én hol. Hát, hogy ez nekem teljesen elképesztő volt. Hát miért az, hogy a rádióban ott ültek, a magyar rádióban, még a 80-as évek vége felé is a 3x2-es, 3x3-as ügynökökként. Akikről nem tudtok, hogy ügynökök. Igen, én meg tudnám most nevezni, de hát miért bántsam, ha eddig nem derült ki, de utána tudtam meg, hogy jelentett. Sőt, ő akkor már mondogatta, hogy írja a jelentéseket, ilyen hol vicces, hol kevésbé, csak az ember akkor nem tudhatta, hogy mi számít volt, viccesnek. Aki mondogatta? Ezt majd beszéljük meg utána. Ezt majd elmondom, hogy ki volt, igen. Akkor cserébe én is elmondom, hogy melyik zenei szerkesztő írt rólam jelentést, mert tényleg? Én meg kikaptam a történeti hivataltól. Ki kérted? Ki? És mit jelentettek rólad? Hát a legjobb volt, képzeld el, azt képzeltem, hogy majd rólam lesz egy jó vaskos, de ez nagyon az elején volt, amikor ki lehetett kérni, tehát ez egy 20 éves történet körülbelül, és akkor én kikértem, és megérkezett a Balatonra, még akkor volt balatoni széplaki rádiós tévés üdülő, és a gyerekem telefonált Budapestről, hogy jött a történeti hivatal, és hozd le, mondta, annyira izgatott egy nagy borítékot. Hát megérkezett a nagy boríték, és az volt benne, hogy én a Vágtázó halott kémek című rockzenekarról, punk zenekarról, de most lehet, hogy kikérné magának a nagyon helyes, most nem jut eszembe a neve, mindegy, a zenekarnak a vezetője, azóta is létező zenész,
adnak, azt követelem, hogy nekik legyen lemezük, és ilyen típusú riportokat készítettem a rádióba, amivel felhívtam a figyelmet arra, hogy ezeknek milyen nagy követőgárdájuk van, de mennyire nincs lemezük. És nem. Ez volt a legnagyobb bűnöd? Ez volt a legnagyobb bűnöd, és kinek szó, és kész. Tehát semmi más nem volt. Én politikai riporterként kezdtem, és teljesen mellékesen csináltam Göcei Zsuzsának a megbízásából riportokat zenei különböző együttesekkel, mert jó kedvemben rockzenekarok is érdekeltek, és foglalkoztam velük, és hát ez volt az én legnagyobb felrohandó bűnöm, hogy én a vágtázó halott kémeknek a egyébként te hogy rendezted toltam volna le ezt a 3x3-as ügynök történetet, mert sokat gondolkodom rajta, hogy még a mai nap is felbukkannak, és nagyon rosszul érzik magukat ezek az emberek, hogy én azt gondolom, hogy ezt a rendszerváltásnál el kellett volna indítani, és egy-két év után lezárni. Tehát, hogy 33 év után még mindig lepkehálóval vadászunk. Azért most már kihalunk mi is lassan, és már ennek vészel a jelentősége. Ennek sokáig volt jelentősége, és én nem tudom, hogy az az NDK-s sokról való megoldás, tehát, hogy az NDK-sok, a stázi jelentések, azokat nyilvánosságra hozták, és akkor ott gyorsan másfél év alatt mindenki öngyilkos lett, akinek kellett, és utána ez el volt intézve, hogy ez jó megoldás-e vagy sem. Akkor nem tudod, mi a jó megoldás? Nem tudom, egyáltalán nem tudom, mi a jó megoldás ebben az esetben. Ugyanis mindenféle ügynökkel kapcsolatban, hogyha megkapirgálod, akkor igen, hát akkor szépen meg lehet neki bocsájtani. Tehát, hogy megérted, hogy ezzel zsarolták, azzal zsarolták, amazzal zsarolták. Nem tudom, nincs nekem. Én meg nem vagyok egy ilyen vérengzőse egyrészt, másrészt meg a reparációba se hiszek olyan nagyon. Téged, mint politikai újságírót soha nem környékezett meg senki? Mármint, hogy a BM-nek jelentsek? Igen. Nem? Nem, én nem voltam különösebben jó káder, nem tudom. Én a pártba akkor léptem be, amikor megszűnt. De miért léptél akkor be? Azért, mert Vértes Éva, aki akkor a pártitkár volt a politikai adások főszerkesztőségén, és egy nagyon helyes ember volt, és volt New Yorki tudósító, az azt mondta, hogy ne szórakozz, már 36 éves vagy, még mindig ezzel a kisszel majmoskocit, és én meg 2 éve nem tudtam senkit a pártépítésbe. És akkor mondtam, jó van. De tényleg az, mit majmoskodok 36 éves, hogy még éretlen vagyok. Ez volt az állandó rizsa. Mindenki azt mondta, még éretlen vagyok a pártokság. És akkor politikai interjúk garmada hát mögöttem. Tehát, hogy mi választ el engem attól, hogy pártag legyek? Hát pont tettem rá. Na most ez 87-ben. 87-ben mentem át a tévébe pártakként, akkor volt. És akkor a párt kiköltözött belőlem 89-ben, úgyhogy nem volt sokáig. Te hogy vagy tagságon ezzel, hogy mondjuk politikusokkal csináltál, vagy akár még most is csinálhatsz interjút? Elhiszed, amiket mondanak? De nem az a feladat, hogy elhiggyem. Hát nem az a feladatod, de azért csak elgondolkodsz rajta, hogy hülyének néztek, és azt mondom, amit akar. Engem figyelj, Zsuzsa, ezek nem személyes ügyek. Én egy médium vagyok, egy közvetítő vagyok. Nem engem vág át, ha kérdeznem nekem, annak az embernek a nevében kell, akit ő éppen átvág, nem én vagyok a célcsoport. De akkor jól kell kérdezned, hogy kiderüljön, hát, hogy igen, hazudik. Mondjuk a fiatalabb koromban a skillem megvolt hozzá, most meg már nem politikussal, már nem csinálok interjút. Mert vona volt az utolsó, talán, vagy... Ja, utána... nem, igen, igazad van, a Spinozában ott csináltam politika, a választási sorozatot csináltam, tehát akkor hát minden akkor azért keményen benne voltál, persze. Igen, azokat egyébként én színpadi fellépések számba veszem, és nem interjú számba. Tehát ugye a megvalósítás módja az interjú, de igazából ezek ilyen színházak voltak. Egyébként az érdekes, hogy hajlamos a néző, meg a hallgató bírálni rögtön, hogyha a másik oldalról húzol be egy interjú alanyt, hogy ja, hú, hogy lehetett ezzel szóba állni. Hát gyűlöltek, abszolút. Emlékszem, hogy mekkora nagy kampány volt ellened, hogy képzeled. Szegény hogy... Spinozát is majdnem tacsra tettem, illetve azzal vigasztaltam Sándor Annát, hogy hát mikor beszéltek ennyit a Spinozáról, nem egyébként tudom, mennyire igen. Nyugodott igen. meg. És igen. aztán most
röhögve mondta nekem a múlt héten, összefutottunk, hogy na, csinálunk egy vonainterjút, mert pártot alapítottam, mondtam, hogy hiányzik neked, de egyébként azt hallottam, azt hiszem Ungár Péter mondta nekem, akivel szintén a Spinozában csináltam interjút, még tavaly, tehát a téli szezonban, nem a tavaly idén, csak télen, hogy a Vona azt mondta neki, hogy az ő bukása és a Spinozába kezdődött, vigyázom, akkor, mit mond nekem. Akkor hozzájárultál hozzá a bukáshoz egy kicsit? De hát egyrészt nincs bukva, hát a bukása, hát a pártja talán nem a Spinoza miatt bukott. Másrészt pedig Vona ott nagyon, nagyon jó arcot vágott. Tehát, hogy azt mondanám, hogy hogyha nem lennék ilyen tapasztalt, és nem az lenne a filozófiám, hogy azért 20 évig tessék nekem megváltozott képet mutatni ahhoz, hogy egy gárda mellényt elfelejtsek, akkor azt mondanám, hogy teljesen civilizált, vállalható, jobboldali. Egyébként én nem hiszek abban, hogy az ember így kifordul magából, tehát, hogy egyszer antiszemita, és most értem. Nem érted, amit mondok, igen, utána gondolok, ez a politika, azt gondolom, csak nem kell elhinnem, hogy igazad beszél. De igen, tökre igazad van, nem kell elhinned, és egyébként meg mindegy, hogy mit hiszel. Egyébként tehát, hogy igen. Ez az, amit Mester Ákostól tanultam, hogy az, hogy én mit hiszek, az tök mindegy. Ő meg hát eljátsza azt a szerepet, amit neki el kell játszania. Igen, igen. És akinek van szeme hozzá, az látja, és akinek van saját agya hozzá, az gondol róla, amit gondol. És akkor mit gondolsz most itt a mai rendszerről, hogy itt 2 millió ember elhiszi azt, amit a mai kormány és a miniszterelnök mond, nem érdekli őket az a fajta rablás és kifosztás az országnak, ami zajlik, tehát még mindig szeretik ezt az embert és ezt a kormányt. Erről mit gondolsz? Hát, hogy az ilyen szubjektív dolog a politika, azt gondolom, és hogyha 3 millió embernek, vagy közel 3 millió embernek ez kvázi érzelmileg olyan erőteljes megragadás, hogy már-már vallásosan szeretik, akkor azt mondom, hogy valamit az az ember jól csinál. Nem az én világom, nekem nem tetszik, én másmilyen országot szeretnék, vagy másképpen képzelem. Jól csinálják, képzelem. Azt szoktam mondani, hogy gengszter és mafiózó és bűnöző. Tehát, hogy a kettőt nem szabad összekeverni. Ezeket el lehet mondani, hogy gengszter, mafiózó és bűnöző, és ezeket személy szerint nem lehet elmondani senkire, akit most itt előránthatnánk a palettáról, mert semmilyen bizonyítékunk nincs hozzá, hogy ki hogyan gengszter és hogyan mafióz, csak az élettapasztalatunk mondja, hogy így nincs közbeszerzés, olyan nincsen, hogy a fiának, a rokonának, a vejének, a nem tudom én nevére iratják a fél országot. Én azt hiszem ezzel kapcsolatban, hogyha egy társadalmat döntő módon át lehet alakítani, egyébként szabad választások mellett, most ne menjünk a részletekbe, vagy egyébként hogyan manipulált választási rendszer mellett, de azért mégis, hogyha elemi felzúdulás lenne, akkor nem ebben a rendszerben élnénk. Nincs elemi felzúdulás, és nincs partiképes ajánlat. De miért nincs? Tehát ezért én sokat gondolkodom, tudom, hogy... Én, Zsuzsika. Nem tudod, én se tudom. Te sokat gondolkozol, és egyikünk se tudja meg. És tudom, és akkor megint német... intellektus ül, mint ugye, te meg és nem tudjuk. És nem tudjuk. És akkor Németh Miklós jutott eszembe, talán ő mondta ebben az interjúban, hogy alulról soha nem jönnek a dolgok, vagy kívülről, vagy felülről. Volt hát, egy ilyen félmondata. Nagyon sokat tanultam én így utólag Németh Miklósról, most, hogy így fölemlegetett, hogy te ezeket most megnézted, vagy meghallgattad, hogy ezt is ő mondta, de valóban én is tőle nem is azt, hogy hiteles, de valószínűleg nagyon sokat számít, hogyha valaki megélt közvetlenül egy helyzetet, és azt elmeséli neked, és ebből a szempontból Németh Miklós nekem is revelatív volt, mert hogy ráébresztett arra, hogyha a történelem nem úgy játszik akkor, ahogy játszol, tehát, hogy nevezetesen a Szovjetunió nem rohadt szét, és Gorbacsov nem glásznosztyozik, meg perestroikázik, hogy akkor itt még mindig ülnének a szovjet katonák a postán, meg a nem tudom én hol, mindenhol, és lehet, hogy egyébként nekem sokkal nagyobb karrierem lett volna, by the way. Mi lehet neked, vagy mi lehetett volna a nagyobb karrier, minden postán? Tudom, hogy marháskodtál, de egyébként ezt szoktam magamba föltenni, mikor kérdezik, hogy egy újság ír, hogy gyakornok, hogy mi lehet a karrierje, semmi. Lehet rovatvezető, programigazgató. Lehet isteni anyagokat csinálni. Na hát ez engem, a karrier, engem egyébként, de nem akarok én álszenteskedni, mert tényleg kipróbáltam ilyen médiás felsővezetőnek lenni, és ezt már neked egyszer elmondtam, hogy azt én nagyon rosszul csináltam, és
Egyébként pedig vannak emberek, akiket arra teremtett a Jóisten, hogy szervezeteket vezessenek, embereket mozgósítsanak. De az nem te vagy. Hát nem. Viszont én nagyon szeretek emberekkel beszélgetni, igazi virtigli kíváncsi vagyok, azt mondta nagyanyám, hogy hamar megöregszem ezzel kapcsolatban, szerintem is hamar öregettem meg, mert jogosulatlan, hogy már ilyen öreg vagyok. De figyelj, vagy megöregszik az ember, vagy nem éli meg. Vagy meghal. Tehát, vagy meghal, inkább öregedjünk meg. Én is azt gondoltam, hogy az alternatíva nem van szó. Igen, milyen volt a nagymamád? Hát szuper volt, és most találtam meg egy levelét, borzasztó dolgokon mentem át, ennyit a kiegyensúly. Az elmúlt pár hónapban a szüleimnek a lakását felszámoltam, és az anyukám az egy igazi, rendes, rakosgatós, mindent elrakó, tartalékoló ember volt, mármint, hogy megtaláltam, az hagyján, hogy babaruhámat, mármint az első cipőm megvan, meg hogy az első forró nadrágom, mondom azoknak, akik tudják, ismerik ezt a szót, és hogy a nagyinak megtaláltam a levelét, mindegy most, mert most megint előkerült, hogy a végén már csak így húztam magammal haza dobozokba megnézés nélkül a dolgokat, és most volt egy lomtalanítás nálunk, és egy csomó mindent, amit már nem volt erőm átnézni, csak betettem a garázsba, azokat most elővettem. És találtam egy levelet, amit a nagyanyám Amerikából írt, ahova kivittek a rokonai 79-ben, és írt nekünk egy levelet a családnak. És a nagyanyám, aki én pont nem képzeltem el azt, hogy milyen fantasztikus levelet ír, olyan tudósítást írt a nagyi, akiről én általában azt mondtam, hogy ő majdnem analfabéta parasztasszony volt, ettől az anyámnak csomókba hult a haja, és le tudta volna a fejemet operálni, mikor egy ilyet hallott valami nyilatkoz, hogy a nagyi nem volt parasztasszony, és nem volt analfabéta. Na most a nagyanyám Tiszaújlakon élt 16 éves koráig, utána jött föl Budapestre, és akkor tényleg onnantól kezdve teljesen polgárasszonynak látszott, és egyébként egy 36 tagú zsidó családot bújtatott Budapesten, és mentette meg őket, mert ő keresztény volt. És egyébként tényleg ő mentette meg őket, mert az ő rokonsága, akik szintén felszivárogtak Budapestre a húgai, azoknak a keresztleveit forgalmazta. Ezt nem tette semmit ért, hogy a jedvesemben legyen nem, egy fája. Ez nagyon érdekes, mert ez valahogy ez nálunk nem volt divat. Így utólag most már azt mondom, hogy de hülye voltam, mert még mindig megteheted. Körbe lehetett volna ünnepelni, nem hiszek a halál utáni nem tudom micsodában. Most például elmondtam, és akkor ezt most hallja 10 000 ember, és igen, tudja, hogy... Sok százezer. Sokan hallják. Sok százezer is. Sok százezer is. Szóval, hogy Kőszegi István, én Nagy Júli, Anna elég tételt kap most. Szóval a nagyi szuper volt, és amiről én mindig azt hittem, hogy a papámtól tudok írni viszonylag, meg hogy ez az egész riporterkedős skillek, de hát mégis ami az íráshoz kapcsolódik, vagy az újságíráshoz, hogy ez nekem apai vonal. Hát ez kiderült, hogy nem, nyugodtan lehet az anyukám, aki életemben először megírta, lediktálta nekem az első magyar dolgozatomat, és 5-öst kaptam rá, és onnantól kezdve én már nagyon tudtam, csak az anyám megmutatta, hogy kell írni, de az anyámban meg valószínűleg a nagyiból szivárgott át ez a sztori, mert a nagyapám ezen az oldalon Szűcs volt, úgyhogy feltehetőleg ő nem, de még tőle is találhatok levelet. Hogy meséled, hogy nincsenek már a szüleid. Én emlékszem egy beszélgetésre a rádióban, klubrádióban, amikor éppen valami kórházi vészhelyzet után jöttél visszadolgozni, és azt mesélted, hogy semmitől nem félsz úgy az életben, mint a szüleid elvesztésétől. Igen, hát ez azóta megtörtént, és most én nem fordulnék át a bőgésbe, be ezt akármelyik pillanatban tudom hozni. Hát ez nekem nagyon, nagyon jó fejszüleim voltak. Az összes osztálytársam örök nálunk téderelt. Van nekem egy beszélgetésem, nem tudom, megvan ez, amit még az édesapáddal. Hogyne. Megvan neked? Hát pedig hogy... gondoltam, hogy átadom egyszer, de akkor. Igen, akkor szerettelek meg, mert az apámnak volt egy társasága, 6 vagy 8 ember, akkor már 90 fölött voltak. A társasága az osztálytársaiból adódott, és akik életben maradtak, azok havonta egyszer a Duna Park kávéházban találkoztak.
És akkor te, mikor ezt meghallottad, hogy hat osztálytárs még mindig, mit tudom én, 93 évesen találkozgat, akkor behívtad őket, és hát ezek olyan boldogok voltak igen. Itt. Hogy nem én kedves vagy, hogy akkor szerettél meg előtte, utáltál, vagy? Nem, valószínűleg azért ébredt, nem is akkor szerettelek meg a különös tisztelet, tudom, hogy ezt mondtam, de nem vagyok a szavak embere, szóval különös tisztelet ébredt bennem irántad, mert én azt nagyon nagy falatnak tartottam volna, érted, hogy én leüljek a 6-93 éves trendben tartani egy asztalnál, 6 mikrofonnal, tehát hogy én ehhez kevés voltam, te meg megugrottad, és amikor az apámnak a születésnapja volt, akkor elküldted lemezen, vagy micsodán, tudod, és oda küldted a mi születésnapi ünnepségünkre, és hát ettől teljesen elolvadtam, pacallá váltam. Egyébként azt gondolom, hogy ahogy egyre cudarabb lesz a világ, egyre jobban felértékelődnek az érzelmek. Tehát nem feltétlen a tudás, meg a bölcsesség, meg a diploma, meg a nem tudom én, hogy mennyire tájékozott, hogy mennyire tud az ember szívvel közel kerülni a másikhoz. Hát ez nagyon szép, amit most mondasz, de az én foglalkozásom nem ez volt, érted? Tehát, hogy én mostanában engedem meg magamnak azt, hogy kedvemre csináljak olyasmit, ami csak úgy érdekel, és ahogy egy szerethető emberrel ülök le, vagy menet közben derül ki, hogy ez szerethető, és akkor viháncolok, és kimutathatom az érzelmet. Mit tett egy öreg asszony, mert úgy is lehet érzelmes, de hogy az én pályám az más volt, mint a tied, mert nekem nem lehettek ott nagyon érzelmes, nem volt okomra, hogy szeressem a mezőgazdasági bizottság elnökét, meg neki sem volt akar-e, hogy engem szeressen. Igen, ez most jött talán, hát ha nem is divatba, de hallok ilyen beszélgetéseket, ahova beleviszik akár egy mezőgazdasági miniszterrel is az érzelmet, tehát valamilyen személyes vonallal közelebb hozzák azt az embert. Akivel. Igen, ez a szakértelem hiánya miatt van ez. Mármint melyik oldalról a van a szakértelem? A riporter oldaláról. Igen, nem igen. Szabad ilyet csinálni? Hát akkor, ha te információt gyűjteni vagy, akkor nem szabad, és ahelyett viszed be, mert én ezt látom. Ha pedig, hogy mondjam, itt portrézunk egyet, akkor lehet, akkor azt kell belevinni, mert kit érdekel egyébként, mennyi ez a tavalyihoz képest. Egyébként érdekes, amit mondasz, mert én nem tudom, mondtam-e már, de próbáltam a 168 órának még nem az újságnak, a műsornak, Mester Ákosnak dolgozni, és én valamiért imádtam börtönbe járni gyilkosokhoz, meg mindenféle bűnözőkhöz, és nagyon tudtam azonosulni vele. És akkor, amikor Mester Ákosnak ezeket az interjúkat megmutattam, akkor mind ment a kukába. Mert ez egy olyan világ volt, amikor nem érezhettünk együtt egy többszörös gyilkossal, tehát nem tudtam a távolságot megtartani vele. Uh-huh. Jó, igen. Hát vagy olyan világ volt, vagy az nem az a műsor volt. Vagy nem az a műsor volt, igen. Vagy egyébként gyakran elgondolkodom például a Viszkisen, hogy tulajdonképpen egy nagyon súlyos bűnöző, és olyan szeretetnek örvend ebben az országban, és olyan hős lett. Hát mert a kanyaróságnak itt hihetetlen becsülete van. Tehát, hogy arra szocializáltak bennünket akkor, amikor az antivilágban éltünk, hogy mindent meg lehet oldani okosba, és most arra meg, hogy mondjam, már ez ilyen értelemben kikopott, vagy legalábbis nem ezen van a fókusz, hogy az emberek hogyan ügyeskednek, és hogy volt ott egy nagy menő, aki így beintett mindennek és mindenkinek, és ő legalább 100 milliókban mérte nem a gemkapcsot vitte haza az irodából, hanem ne, de kérdezd meg azt a banki alkalmazottat, mondjuk akinek a fejéhez fegyvert tartott. Nekem ezt nem mond, hát én ezt pontosan tudom. Tudod? Én csak megpróbáltam megmagyarázni, hogy miért örvend olyan népszerűség. De nálad is népszerű volt? Hogy érte, hogy én személy szerint mit gondolok Ambrus Attiláról? Igen. Én tudom, hogy Ambrus Attila egy bűnöző volt, és azt is tudom, hogy a börtönbe képezte magát, és állati szép köcsögöket csinál, és azóta a példás állampolgár. És hol a pénz, amit elsibolt? Mit tudom, én nem merültem el benne, de nem lett meg, én szerintem nem abból él, mert akkor jobban kéne élni. Hát én máshogy gondolom, szerintem, de csak feltétele, szerintem eldugta és abból él. És de Zsuzsika, ezt szerintem meg nem engedheted meg magad. Nem
engedhetem meg magamnak. Hiszen te itt most 100 000 ember előtt azt mondod, hogy Ambrus Attila egyébként kiásta az aranyat, amit elásad. És a szívemből nem beszélhetek, nem mondhatsz. Nem szabad, igen. Nem a szívedből, tehát hogy az a különbség, vagy az a fegyelem, amit egyrészt a jogi kar kényszerített rám, másrészt Mester Ákos, mint mesterem, az azt jelenti, hogy én egy mikrofon előtt nem mondom el, hogy én egyébként mit gondolok Cseznek, azért, mert kit érdekel, mert ezzel egy embert egyébként meg tudsz vádolni, aki 25 éve semmit nem csinál. És azzal gyanúsítod meg, hogy amúgy abból él olyan rohadt jól, nem abból a három köcsökből, amit elad egy vásáron. Jó, igazad van, teljesen igazad van, igen. Ja. Igen, igen. De én azért nagyon szeretlek, csak az Ambrus Attila nem szeret most ebben a pillanatban. Nem biztos, nem biztos, nem is biztos, hogy hallgatja ezt a beszélgetést. De nem igazságos, azt akartam mondani, nem igazságos. Van, igazad van, csak sokat gondolkodtam ezen, hogy lehetett ő sztár, meg hős, meg jó sok pénzt adtak azért, hogy film készüljön az azért életéből. Azért lehetett sztár, mert ő egy jó kiállású, jéghokis csávó volt, és egyébként pedig, hogy mondjam, az, aki jól néz ki, az az élet rendkívül sok területén előnyt élvez, és egy jó kiállású, egyébként senkit nem ölt meg ember, most mondhatod nekem, hogy is, aki meg ott a bankba rettegett, hogy az egy másik kategória, de nem ölt meg senkit, és hazavitt egy zsákpénzt, megtestesített egy ideát. Azóta pedig van két gyönyörű gyerek, egy gyönyörű feleséges. Igen, és gyönyörű családi életet él, igen. És minden héten fölbukkan egy vásáron, és eladja, amit csinál. Én nekem van tőle kerámiám egyébként, én vettem tőle, mert kíváncsi voltam, hogy... Ez a minimum szerint a kemencét is meg kéne venned annak alapján, amiket itt most mondtál. Igen, támogatom majd ezzel. Igen. 84-ben, vagy mikor írtál talán egy olyan publicisztikát, vagy cikket, hogy miért van gyűlölet ebben az országban? Ez az egyik, Jézus, a másik. Tényleg? Igen, a másik meg a halálbüntetésről. Erre a kettőre vagyok kíváncsi, hogy mit gondolsz róla, hogy... Miért? 84-ben volt gyűlölet az országban? Szerintem mindig volt. Szerintem, ha akarom... És én ezt írtam? Úgy biztos. Emlékszem, igen, talán a mozgóvilágban. A mozgóvilágban egyszer írtam, az a halálbüntetés. Igen, és igen, arra jól igen. Emlékszel. Akkor az új mozgó indult, és Pészücs Júlia, és ott volt nekem egy műfordító riportalanyom, akit nagyon sokra tartottam, Bognár Róbert, és ő kérte... Hihetetlen, milyen jó a memóriád. Csak stúdióban, sehol másod. Tényleg? Abszolút. Jó, folytasd, bocsánat. Sík hülye vagyok, semmilyen név nem jut eszembe. Látod, egyébként mostanáig még mindig nem jut eszembe a Vágtázó Halott Kémes fiú. Keresztúri? Nem. De az a Csillagász, nem? Csillagász. Igen. Lásd, most hát már a hallgatók segítsenek. Grandpierre Attila, Grandpierre nem kell senkinek Attila, segítenie. Igen, igen. Azzal, hogy kimondhat, hogy Csillagász, eszembe jutott. De hogy visszatérjek a Bognár Robira, ő hívott engem, hogy írjak a... Halálbüntetésről. Nem csak a halálbüntetésről, hanem igazából ez nem arról ment, hanem a börtönviszonyokról, valamilyen ilyen igazságügyizéről. És akkor én írtam egy meghatározhatatlan műfajú dolgot, mert az nem volt se, szóval mindegy, nem volt műfaja, írtam, ahogy jött, le is közölte a mozgóvilág, és fogalmam sem volt azzal, hogy én betagoztam magamat egy olyan táborba, amelyik éppen gyűlölte a mozgóvilágot, mert azt akkor csavarták ki az eredeti Kulin Ferenc kezéből. És az nekem erről fogalma se volt. Ami egyébként nem a nagy dicsőség, mert azért akkor én már egy olyan 28 év körüli épeszű magamat újságírónak gondoló valaki voltam, úgyhogy éppen tudhattam volna, de aktuálisan nem tudtam. Úgyhogy ott ez a kaland véget is ért. Az egy más kérdés, tehát soha többé nem írtam, mert utána nekem estek, és igazából az a mozgóvilág, amit a Pészüt csinált, az legalább annyira jó volt, vagy inkább jobb lett sokkal, és nagyon hamar jobb lett, csak én ezt ilyen nehezen éltem meg. De egyébként meg nem is biztos, hogy én oda... Tehát nem is biztos, hogy vettek volna az első írásom után több írást tőlem, mert ez egy ilyen zagyvaság volt, amit én odaírtam. Nagyon jó az önkriteket, tehát nem egyszer mondod el különböző beszélgetéseknél, most itt is, hogy rossz főnök voltál, zagyvaírás, tehát egészen jól látod magad, és jól tudod bírálni magad. Utólag. Akkor például nem tudtam, amikor írtam, azt hittem, hogy nagyszerű. Na, hát ezért van a szerkesztő, hogy mondja meg, mint hogy mester neked hányszor megmondta, ha valami mindig, nem volt jó. Mindig, de az hozzá kell tennem, hogy ott az egy kemény iskola volt, de hogy sose úgy mondta, hogy teljesen hülyének vagyok nézve, és ez mindenkire vonatkozott. Tehát, hogy nem az volt a munkamódszere, hogy jövő héten nem mertél bemenni, vinni valamit, de hát előttem van, ahogy így beakasztja a magba,
a maga az egy ilyen fém, kerek fémkorong volt, és arra tekeredett a szalag, mondtam azoknak, akik már nem láttak magnót életükben, mert feltételezem, hogy fiatal hallgatók is vannak, tehát, hogy ő beakasztott, a közepén volt egy luk ennek a magnak, és így lepergettek éjjesen a igen, tehát leszaladta, tehát így dobta, mi véletlenül így is dobta ki a rossz riportot, igen. És utána viszont jövétel lehetett vinni jót, és akkor azt meg megünnepelte. Nem csináltál a mesterrel sem az elmúlt 20 évben interjút, mert én nagyon szerettem volna, még egy hónappal ezelőtt beszéltem vele, nem vállal semmit. Nyuszikám, visszavonultam. Igen, ezt szoktam mondani. Tudomásul, de miért? Én ezt nem értem. Annyi hát mindenről gyönyörű, mesélhetne. Olyan igaza van, annyira igaza van. Ő volt azt mondta, hogy ő a leghosszabb ideig, amikor még főszerkesztő volt, akkor én följárkáltam hozzá a Lajos utcába, a szerkesztőségbe, mert pont alatta volt a fodrászom. És amikor fodrásznál voltam, akkor mindig fölmentem a mesterhez kávézni, és amikor mondta, hogy eladta a lapot, és hogy vége ennek a dolognak, mármint az ő pályafutásának, nem győztem ott kapacitálni, hogy ne viccelj, tök jó bőrbe van most is, hát ezelőtt, mit tudom én, 7-8 éve volt ez legalább, akkor meg még jobb bőrbe volt, és hogy mondta, hogy ő 75 éves, és hogy ő a legöregebb aktív főszerkesztő. És azon így elgondolkoztam, és akkor mi van? Hát szemben láthatólag agyánál van. Miért ne csinál az övé alap? Attól olyan alap, amilyen? Hát hogy miért kell abba? És azt mondta, abba kell hagyni. És ez nekem nagyon tetszett, mármint így utólag, hogy ennyire karakánul. De te nem tudnád abba hagyni. Hát még nem vagyok 75. Mennyi hiányzik még hozzá? 3. Szerintem nem több fogod abba hagyni. Miért hagynád abba? Hát figyelj, te szenvedéllyel csinálod, szenvedélyből csinálod, ez az életed. Tulajdonképpen egy kávézóban is ülhetnél, és ugyanazt csinálnád. Fecsegnél, locsognál, kérdeznél. Persze. Most van egy fórum, ahol ezt megteheted. Hát, igen. Ez az életformád, ez az életed, nem csak a munkád. Mit csinálnál otthon? Igen, mit csinálnak? Ugyanezt gondolom magamról, neveldim, csak azért mondom, mit csinálnék szombaton kettes otthon? Kettes két, mert van egy vadi új unokám, bizonyos Leo, majdnem mondtam a becenevét, de nem teszem nyilván, a beceneve, amit csak én, a férjem és én adtunk neki, mert minden nagyszülőnek másik beceneve van, és ezt a másfél éves, most már 19 hónapos gyereket, ezt nagyon, nagyon szegényt elhalmozom, mindazzal a ilyen kibírhatatlan gügyögéssel, amit az egyes unokám, aki most én képzeld el, mint a, ehhez, mert most már tudom, tudományosan megtanultam, hogy kell gügyögni. Tehát, hogy a pont azt mondták, hogy nem szabad. Hát, hülyeségeket olvastunk a Spockba. Most pedig azt mondja a pszichológia, hogy az a dajka nyelv, amit én soha nem használtam, se a saját gyerekemnél, se az egyes számú unokámnál, Samunál, az abszolút arra szüksége van, és a nyelvi fejlődésre nem azt kell mondani, hogy vagy Edward, nem Edwardnak hívják egyébként, hanem hogy azt kell mondani, hogy halló. Szerintem ez olyan, mint tudod, hogy sokáig azt mondták, tojást nem ehetünk, a koleszterin most már ehetünk. Ugyanez a gyereknevelés, hogy Zsuzsika, te annyi... nem hiszel a tudományba. Tudományban igen, de ez a hülyesség. Ezt nekem egy Londonban végzett pszichológus mondta, aki Amerikában is dolgozott, és elhiszem neki, ezt kutatja, egy életművet lesöpörsz egy csuklomot. Figyelj, de az egyik ismerősöm elment a pszichológushoz, meg gond volt a családban, és a pszichológus kitalálta, 18 éves volt az ismerősöm, hogy menjen haza, és soha többet ne álljon szóba az édesanyjával. Ismerősöm, ez a kislány, ez zokogott, hetekig kész volt. Tehát ennyit a tudományról, a pszichológiáról. Tehát kicsit felhigultak a szakmák, azt látom, tehát mindig kérdőjellel kell nézni. Azt szeretném mondani, hogy egy terápiának vannak fázisai. Neked mondjam, hát hiszen neked jelentek meg könyveid mindenféle rendes, ötcsillagos, fekete öves tudósokkal. Az egész akadémia a lábad előtt hevert. Ennyit hatott rád, Zsuzsa? De hát aki ezt megalapozza, igen, de hát találkozom az ellenkezőjével is. De ha már könyv, és még van időnk, a te orvoskönyved az egy jó könyv volt egyébként, a beszélgetésekből született. Még most is kapom a jogdíjakat a második kiadásból. Komolyan, annyira megy?
Annyira szarul megy, hiszen a második kiadásnak is már nem tudom, hány éve, 3-4-5. De azt olvastam, hogy te azért hajdan gyerekkorodban féltél az orvosoktól, meg a tűszúrástól, meg a vértől, meg... Persze, abszolút, azért mentem orvoshoz. Azért mentem, terápia volt? Nem, így adódott. Szóval, hogy nekem nagyon-nagyon... kedvemre való volt, hogy egy csomó olyan orvos van most már, akik tudnak beszélni magyarul. És ezeket én csokorba szedtem, és azokból lett aztán később könyv. Nem azért, mert én akartam, hanem mert a parkiadónak az igazgatója, Rochlitz András, meg tulajdonosa az mondta, hogy ő hallgatta az autóba hazafelé, amikor én ezeket az interjúkat csináltam, és mondta, hogy ezt ki akarja adni, és ebből lett a kötet. És hogyha Szalai Marian nevű szerkesztőm nem rázta volna gatyába, amiket én ott írtam, akkor sose lett volna kötet, de nem azért, mert a más leírva, és én nem rendesen csináltam meg, hanem mert én a krónikás riporteri beidegződésem az annyira a lényegre ment, hogy úgy sűrítettem össze, hogy ilyen türelmesen átvette, és elolvasta, és azt mondta, hogy jó, és akkor most adjam oda az eredetieket, és majd akkor ő rendbe hozza. Te az előbb mondtad az én felelősségemet Ambrus Attilával kapcsolatban, itt a könyvednél mondom a te felelősségedet, hogy az emberek sok esetben ezt úgy nézik, mint a Bibliát, tehát ha szükségem van mondjuk egy kardiológusra, akkor felütöm a rangos könyv, és akkor abban volt egy interjú egy nagyon jó kardiológussal. Ennek ez volt a célja, Zsuzsa. Ez igen, több, hogy akkor nem csinálhattál olyannal, akiben te is kételkedsz, hogy jó orvos vagy abba nem jó én orvos. Én egyikben se kételkedtem, aki ott van. Tehát az lett a könyvbe beválogatva, azért ennél sokkal több orvosinterjút csináltam, és nem mindenki azért maradt ki belőle, mert én úgy ítéltem meg, hogy kamu, amit csinál, vagy nem tudom én, nem akkora, lehet, hogy szakmailag jó, de emberileg annyira nem, hanem olyan szempontból, mert volt, aki fantasztikus volt, és nem került be mégsem, mert valamilyen szempontból kellett egy csokrot kötni, amiben legyen pipacs is, meg rózsa is, meg nem tudom én micsoda. És akkor így is maradtak ki, de olyan is maradt ki, aki azért utóbb kiderült, hogy annyira nem nagy kaland, vagy nem utóbb menet közben kiderült, úgyhogy több válogatási szempont volt, de a dolog mentsége leginkább az, hogy egy bizonyos időszakban, és azért ezek az emberek még élnek és mozognak azóta is, egy portfólió, hogy tessék, hogyha akarsz egy ilyet, egy olyat, egy amolyat, akkor nézd meg, így hívják, és akkor ott dolgozott, nyomozd ki magadnak, ha akarod. És mit gondolsz a fiatalabb orvos generációra, mert azt látom, hogy a jó nagyon-nagyon felkészültek, és sok esetben már többet tudnak, mint mondjuk a 70 pluszos orvosok. Világlátottak, ilyen tímekbe dolgoznak, nemzetközi tímekben. Ez mindig van. Így van, baromi sokat. Nagyon sokat fejlődött azóta a tudomány, a lelkesebbje és lelkiismeretesebbje az ettől aztán nagyon penge, sokkal inkább adott esetben, mint a mondjuk az én férjemnek a korcsoportja. Ugyanakkor azok az emberek máshogy voltak szocializálva, tehát hogy többet kérdezett az agyuk, nem tudom másképpen mondani, hogy attól, hogy nem állt rendelkezésükre annyiféle diagnosztika, attól kénytelenek voltak gondolkodni, okoskodni, kiszámítani, nem tudom én micsoda, most pedig számtalanszor hallottam a férjemtől, hogy kérnek úgy mondjuk egy CT-t, hogy nem mondják meg, hogy mit akarnak tudni, hogy mire kíváncsiak. Na most ez a réteges vizsgáló eljárás, vagy micsoda szeletelős vizsgáló eljárás, ez olyan hihetetlenül aprólékosan dolgozza föl a testet, hogy azt nem kérheted, hogy ha nem tudod megmondani, hogy mire vagy kíváncsi, akkor ott másfél napig próbálja megfejteni az, aki értékeli a CT-t. És mit mond a te nagyon okos férjed, hogy a mesterséges intelligenciát elkezdték ők használni? Mert vérvételnél már tudok egy helyet, ahol bevetették. Tehát amikor nem tudom, ilyen 25 hozzá vagy adatot néznek meg, ezzel már milliós adatot néznek ez meg. Ez fantasztikus lehetőség. Igen. Azt mondja, hogy óriási. Tehát a diagnosztikában igen. Az, hogy helyettesíti az orvost, meg a fáradtságát, meg az, hogy kapott-e kávét, meg hogy csillagokat lehet-e már, ez fantasztikus. Ők használják már?
Ott, ahol ő dolgozik, azt nem szerintem, nem tudom. De hát ők nem laboroznak, azt kiadják. Nem csak a labornál, bőrgyógyászattól kezdve, nem tudom, mint sebészetnél. A diagnosztikánál, nem, igen. Szerintem, nem tudom, nem kérdeztem, de nem hinném, mert tudnám. Kérdez, majd tudnád? De szerintem tudnám, ha használnád. Mert azt nézem, hogy Bazsó Péter nem az orvosi dolgokat teszi fel a Facebookra, nagyon aktív, de a zene ízlését pontosan ismerem. Ja, igen. Tehát különböző zeneszámokat, azokat oszt meg. Szerintem ő a Facebookot arra használja, vagy a Facebookot a hobbiára használja, gondolom, és az internetet meg az informálódásra használja, én úgy látom otthon. Tehát, hogy nagyon jó minden valamilyen nálunk konkrétabb tudományhoz kapcsolódó embereknek a lehetősége, hogy a világhálóról tájékozódjanak a tudományágukban. De egyébként, hogy miket rak föl a Facebookra, hát az meg a szíve. Te fontos dolgokat vagy posztolsz, vagy továbbítasz, a Lázárféle Horthy történetet láttam, hogy megosztottad utoljára. Nem véleményezted, csak megosztottad. Igen, mert azt gondolom, hogy akik az én ismerőseim, akik ezt helyből látják, azoknak van elég eszük ahhoz, hogy nem kell nekem hozzá vakkantanom, hogy figyeljetek, akkor ez a frankó, vagy tehát egy kis történelmi ismeretanyag, frissítsük föl, tanultuk, de frissítsük föl, ez volt a lényege, hogy Horthy antiszemitizmusáról megosztottam, igen, egy történetet. Mikor jártál utoljára a parlamentben? Hát, Zsuzsika, rohadt régen. Régen. Azért volt, amikor naponta, mint abszolút tudósító. Igen, és egyébként csak annyit szeretnék mondani, hogy érzelmileg megragadjalak, hogy amikor én 11 éves voltam, akkor lehetett az úttörőknek menni a parlamentbe. Én is voltam karácsonykor. Te voltál, de én először úgy volt, hogy megyek, és aztán meg nem mentem. És nem vittek, vagy pedig? Nem, először azt mondta nekem Ili néni, az osztályfőnököm, beleválogatott a csapatba, aki mentek, és aztán utólag azt mondta, hogy bocs, de te nem mehetsz, és akkor nagyon elkeseredtem, és azt lehet még, hogy sírtam is, és akkor azt mondta, hogy fogsz te még menni a parlamentbe annyit is, hogy megunod. Ezt mondta 11 éves koromban, hogy nem, de ő volt a magyar tanárom. És aztán utóbb kiderült sokkal később, hogy én egyéb származású voltam, tehát nekem ilyen értelmiségi alkalmazottak voltak a szüleim, semmi, nem, sajnos nem az Eszterháziakhoz tartoztak, de minden esetre nem voltam munkás származású. És mikor 11 éves voltam, ennek még volt jelentősége, és akkor így kiszorultam a parlamentből, és ezért lettem újságíró, hogy bemehessek. Ez egy nagyon jó ideológia. Köszönöm szépen Rangos Katinak, hogy itt volt. Én köszönöm.